18. fejezet A hatalom A többiek már észrevették, hogy hiányzik, és megálltak. A fehér fénysugár nyugtalanul pesztezte az alagutat, és ártiam, ahogy a fényfolt rávetült, biztos, ami biztos, feltette a kezét, és oda kiáltott. Én vagyok! Ne lüljetek. A lámpa kialudt. Ártiam rohant a többiek felé, felkészülve a szidásra, de Melnyik csupán halka megkérdezte. Hallottál valamit? Ártyom némán ingatta a fejét. Nem szeretett volna arról beszélni, amit az imént látott. Elvégre maga sem volt benne biztos, nem csak képzelődötte. Egy idő óta már megszokta, hogy a metróban fenntartással kell kezelnie az érzéseit. De mi lehetett ez? Így nézhetett ki egy mellette elhúzó vonat, de ezt az esetőséget kizárta, a metróban már évtizedek óta nem volt annyi villamos energia, amennyi a szerelvények közlekedéséhez kell. A második esetőség még valószínűtlenebb volt. Emlékezett a vademberek intésére a nagy férek szent járatairól, meg arra is, hogy a mai nap tilalmas, semmi más nem jutott az eszébe. A vonatok többé már nem járnak, még az? kérdezte meg azért a stalkert, aki kirosszallóan nézett rá. Miféle vonatok? Mióta leálltak, tapottat sem mozdultak. Csak darabokban széthorták őket. Tezekről ezekről a hangokról beszélsz, igaz? Na azt hiszem, a föld alatti vizek. Hiszen itt van közvetlen, közel a folyó. Alatta megyünk. Na jól van, vigye az ördög. Vannak ennél fontosabb problémáink is. Még nem tudni, hogy vergődünk ki innen. Artyom nem akarta kötni az ebet a karóhoz, nehogy a stalker azt gondolja, hogy egy őrültel van dolga. Mivel pedig második feltevése még esztelenebb volt. Jobbnak látta, ha hallgat, és nem tér vissza többet ehhez a témához. A folyó pedig valószínűleg valóban nem volt messze. Az alagút komor némaságát, itt a cseppegő víz kellemetlen hangja, és a menti vékony, fekete erek csörgedezése törte meg. A falak és a bolthajtások nedvesen csillogtak. szürkés és penészrétek borította őket, mindenfelé tócsákba botlottak. Ártjon már megtanult félni az alagútbeli vizektől, és ezen a szakaszon egészen kényelmetlenül érezte magát. A nedvesség beszivárgott az ember által elhagyott és elfeledett helyekre. Karbantartás és a talajvíz elleni védekezés hiány a metró néhány szakasza beengedte a vizet. A mostoha még elárasztott a és állomásokról is mesélt neki. Ezek szerencsére meglehetősen mélyen feküdtek, vagy fél első helyen voltak, így az egész szárny nem terjedt tovább a baj. A kis cseppek ezért ártiomnak egy haldokló, magára hagyott embernek a vég percében kiütköző verejtékének tűntek. Ám ahogy egyre távolabb jutottak, úgy vált szárazabbá minden. Az erek fokozatosan felszáradtak, a falakon egyre ritkábbá vált a penész, a levegő kisé könnyebbé vált. Az alagút lefelé lejtett, s ugyanolyan üres maradt, ami csak elővigyázatosabbá tette őket. Sokat szorítottak, jutottak már Ártyom eszébe burbon szavai, hogy az üres szakasz veszedelmesebb mindennél. Láthatólag a többiek is tudták ezt, és egyre gyakrabban nézegettek idegesen hátra, és ahogy a a tekintetük az utolsóként jövő Ártjoméval, sietve fordultak vissza megint. Egész idő alatt csak mentek egyenesen. Nem álltak meg a rácsokkal lezárt oldalelágazások és a falakon látható vastag, kerékkel nyitható vasajtók mellett. Ártjom csak most fogta fel igazán, micsoda hihetetlen méretű az a labirintus, melyet a város alatt lakóinak nemzedékei ástak ki a föld mélyében. A metró csupán csak egy része volt a számtalan járatból és folyosóból szőtt. Gigászi föld alatti pókhálónak. Az ajtók némelyike nyitva át. Lámpáik fénye egy pillanatra életre keltette az elhagyott szobák, az elrosdásodott emeletes ágyak homályos körvonalait, elveszett a kanyargó folyosók torkában. Mindenütt a félelmetes elhagyatottság, és Ártiam, akárhogy is kutatott az emberi jelenlétnek, akár csak parányi nyomai után, Igyekezete hasztalan volt. Ez a grandiózus építmény réges-régóta elhagyatott volt és élettelen. Tán akkor sem félt volna ennyire, ha legalább elporlatt emberi maradványokat lát a földön. Úgy tetszett gyorsított menetük, örökké tart. Az öreg egyre lassabban ment, elkészült az erejével, és az őrök szitkozódására sem gyorsította a lépteit. Az osztag nem tartott pihenőket, a leghosszabb megállás sem tartott tovább fél percnél. Ennyi idő kellett hozzá, hogy a hordágyat vivő katonák kezet váltsanak. Anton fia meglepően derekasan tartotta magát. S bár látszott olegen, hogy elfáradt, egyszer sem panaszkodott, miközben elszántan igyekezett tartani a lépést a többiekkel. Elől élénk beszélgetésbe kezdtek. A széles hátak mögül kinézve Ártion megértette, mi történt. Új állomásra léptek be, Majdnem ugyanúgy nézett ki, mint az előző: alacsony boltívek, elefántlábakra emlékeztető oszlopok, olajfestékkel befestett betonfalak, minden díszítőelem hiánya. A peron szokatlanul széles volt, nem lehetett pontosan kivenni, hogy mi van a túlsó oldalán. Első ránézésre legkevesebb kétezer ember is összegyűlhetett itt a vonatra várva, de most egy lélek sem volt itt. És a legutolsó vonat is olyan régen elindulhatott ismeretlen célja felé hogy a síneket már fekete rozsda borította, az elkorhadt fákot pedig moha lepte be. A bronzból öntött betűkből kirakott állomás névletten Ártyom összerezzent. Genstab. Rögtön eszébe jutottak a porisz katonái meg a vészterhes kis tüzek, melyek a Védelmi Minisztérium épületének lerombolt falai előtt levő ijesztő parkban bolyongtak. Mennyik felemelte kesztyűs kezét. Az osztag azonnal megállt. Nolman, utánam. Vetette oda a stalker, és könnyedén felkapaszkodott a peronra. A megtermett, medve formakatona kézzel felhúzóckodott, és követte a parancsnokot. Lopakodó lépteik puha zaja rögtön elenyészett az állomás csendjében. Az osztag többi tagja, mint egy parancsszóra, védőpozíciót foglalt el, és ellenőrzés alatt tartotta az alagutat mindkét irányban. Középen maradva Ártiom úgy döntött, hogy bajtársai fedezete alatt most gondosan megnézi a különös állomást. Napon nem hal meg, rántotta meg a karját a kisfiú. Ártyom lepillantott. Oleg esdeklő szemmel nézett rá, és látta rajta, hogy mindjárt sírva fakad. Megrázta a fejét, és megpaskolta a kisfiú feje bubját. – Ez azért történt, mert elmeséltem, hogy a puhol dolgozott. Ezért sebezték meg? kérdezte Oleg. Apu mindig mondta, hogy ne fecsegjem el senkinek. Szipogta. Azt mondta, hogy az emberek nem szeretik a rakétásokat. Apu azt mondta, hogy ez nem szégyen, ez nem rossz dolog, hogy a rakétások védték a hazát. Meg hogy mások egyszerűen csak irigykednek. Ártyom aggódva pillantott a papra, de az, az úttól elcsigázva fénytelen tekintetét a semmibe meresztve ült, Ügyet sem vetve a beszélgetésükre. A felderítők néhány perc múlva visszatértek. Az osztálgatasztalkák köré gyűlt, aki röviden tájékoztat őket a helyzetről. Na, az állomás üres, de nem elhagyott. Néhány helyen ott vannak a féreg ábrázolásaik, és még találtunk egy kézzel forra rajzolt vázlatot. Ha lehet neki hinni, akkor ez a vonalak Kremlhöz vezet. Ott van a központi állomás és a csatlakozás más vonalakra. Ezek egyike a Majakovszkaja irányába visz. Oda kell mennünk. Az útnak szabadnak kell lennie. Az oldaljáratokba nem nézünk be. Kérdés. A katonák összenéztek, de egyikük sem szólalt meg. Közben az öreg, aki eddig egykedven üldögélt a földön, a kremül hallatán nyugtalan lett. Forgatta a fejét, és motyogni kezdett valamit. Melnyik lehajolt, és kitépte a szájából a rongyot. – Noda ne! Oda ne! Én nem megyek a kremülhöz. Hagyjatok engem itt! – mormogta a pap. – Mi van? – kérdezte mogorván a stalker. – Nem kell a kremülhöz menni. Mi nem járunk oda. Én nem megyek. Ismételgette, szaporán reszketve az öreg, mint akit felhúztak. Hm, no, na az igazán remek, hogy nem járnak oda. Felete a stalker legalább a maguk fajták nem lesznek ott. Az alagút türes, tiszta. Az oldalszakaszokba nem megyünk be. Szerintem jobb egyenesen. A kremül Az osztagban összesuktak. A kremül tornyainak vészjósló foszforeszkálására emlékezve, Ártiom nem csodálkozott az emberek aggodalmán. Elég! Vágta el az úgolódást, Melnyik. Indulunk tovább. Nincs időnk. Ezeknek ma tiltott napjuk van. Na, az alagutakban nincs senki. Ki tudja, mikor ér véget, de akkor szorulni fogunk. Fogjátok! Nem, nem menjetek oda, nem kell, nem megyek! Úgy látszott, az öreg teljesen eszét vesztette. Amikor az egyik fegyveres odalépett hozzá, a pap egy követhetetlen, kígyó mozdulattal kisiklott a markából. Aztán tettetett megadással megállt a rászegezett gép karabélyok előtt, és hirtelen rövidet rántotta hát a háta mögött összekötözött kezén. Hát csak pusztuljatok el! Diadalmas nevetése néhány pillanat múlva a hörgésbe fulladt. A teste görcsbe rándult, és a szájából rengeteg hab ömlött ki. A görcs az arcizmait visszataszító állat szárántotta össze, mely annál is inkább ijesztő volt, mert szája sarka felfelé görbült. Ez volt a legszörnyűbb mosoly, amelyet Ártiom valaha látott életében. Vége. Mondta Melnyik. Közelebb lépett a földre zuhant öreghez, és a bakancsa orrával kicsit megemelve átfordította. A kemény szinte megdermet hulla, nehezen engedett, de aztán hasra hengeredett. Artyom először azt hitte, hogy a stalker azért csinálta, hogy ne lássa a halott arcát, de aztán megértette az igazi okot. Melnyik rávilágított az öreg, dróttal átkötözött csuklójára. A jobb kezem arkában a pap egy tűt szorongatott, melyet a bal alkarjába döfött. Ártion fel nem foghatta, hogyan tudta ezt kimódolni a pap, hol rejtegette ideig ezt a mérgezett fullánkot, és miért nem használta már korábban. Elfordult a testtől, és tenyerével eltakarta a kis Oleg szemét. Az osztag nem moccant, noha az indulási parancs már elhangzott, egyik katona sem mozdult, mennyik kutatva nézett rájuk. Nem volt nehéz elképzelni, mi jár a katonák fejében. Vajon mi várhatja őket a kremlben, ha a túlszuk inkább végzett magával sem, hogy oda menjen? Nem vesztegetve az időt a meggyőzésükre, odalépett a nyöszörgő Antonhoz, lehajolt, és megragadta a hordágy egyik fogantyúját. Ulman! kiáltotta. Egy pillanatnyi tétovázás után a széles válló felderítő elfoglalta helyét a második fogantyúnál. Hirtelen sugallatnak engedve Ártiom odament hozzájuk, és megfogta a hátsó fogantyút. Negyediknek még odaállt valaki. A stalker némán felegyenesedett, és elindultak. A többiek követték őket, és az osztag újra harci alakzatot vett fel. Már kevés van hátra, mondta halka mennyik. 200 méter lehet. A fő, hogy megtaláljuk az átjárót a másik vonalra. Aztán irány a majakovszkaja. Hogy aztán hogyan tovább? Hm, nem tudom. Trettyak nincs. Majd kitalálunk valamit. Most egy utunk van. Letérni nem lehet. Az útról mondott szavai megmozgattak valamit tártomban, újra eszébe jutott a saját útja. Elmélázott. S így nem rögtön eszmélt rá, mit is mondott Melnyik ezelőtt. De alig, hogy elért mással elfoglalt tudatáig az, hogy a stalker megemlítette a halott retyakot, felriadt, és hangosan odasúgta neki. Anton, a sebesült, hiszen a rakétásoknál szolgált rakétás, azaz, még megtehetjük, M megtehetjük. Melnyik bizalmatlanul pillantott hátra a válla fölött, aztán a hordágyon elnyúló járőr parancsnokra nézett. A bénulása már rég elmúlt, de lázas delíriumban volt. Nyögései mondatfoszlányokkal keveredtek, homályos, de dühös parancsokkal, kétségbe esett könyörgéssel, szipogással és motyogással. És minél közelebb értek a kremülhöz, a sebesült annál hangosabbá vált. Annál feszült ebben hánykulódott a hordágyon. Megmondtam. Nincs újra. Jönnek. Feküdj. Gyávák. De, de mi lesz? Mi lesz a többiekkel? Hát senki sem tud. Senki. Hajtogatta Anton a bajtársainak, akiket egyedül csak ő látott. Homlokát kiverte a verejték, és Oleg, aki a hordágy mellett szaladt, kihasználta a rövid szünetet, amíg a katonák kezet váltottak, és letörölte a apja homlokát egy rongyal. Mennyik rávilágított a járőr parancsnokra. Mintha csak azt latolgatná, képes lesz egyáltalán magához térni. Látni lehetett, hogy a sebesült mennyire összeszorítja a fogait. Mennyire nyugtalanul ugrának szemhéj alatt a szemgolyói. Keze ökölbe szorult, teste ide-oda hánykolódott. A vászon szíjak nem engedték, hogy leessen a hordágyról, de egyre nehezebb volt szállítani. Vagy 50 méter megtétele után Melnyik felemelte a kezét, és az osztag megállt. A padlón egy durván odamázolt jelfehér lett. A már megszokott kacskaringós vonal a megvastagított fejével egy vastag, vörös vonalba ütközött, mely mint egy elzárta előlük a szakasz további részét. Ulman füttyentett. <hállt> Kigyulladt a piros fény, azt jelenti, út lezárva. Nevetett fel valaki idegesen hátul. De ez a férgeknek szól ránk nem vonatkozik. Vetette oda a stalker. Előre! De most már még lassabban haladtak. Mennyik felvette az éjjellátó készüléket, és az osztag éli rált. De nem csak óvatosságból nem siettek. A vezérkar állomástól az alagút még meredekebben tartott lefelé. S noha ugyanolyan üres maradt, a kreml felől érezni lehetett valaminek a jelenlétét, mintha láthatatlan, de érezhető fátyol ereszkedett volna rájuk körülfonta az embereket, és azzal a meggyőződéssel töltötte el őket, hogy ott a fekete, világtalan mélységben egy megmagyarázhatatlan, hatalmas és gonosz valami rejtőzik. Nem hasonlított ez semmire, amit eddig Ártyomnak átélni megadatott. Sem a sötét viharra, mely a Szuharjovszkaján a szakaszokban üldözte, sem a csövek hangjaira, sem arra az emberek előidézte, és táplálta a babonás iszonyodásra a park popjedire vezető alagutaktól. Egyre erősebben érződött, hogy ezúttal a nyugtalanság mögött valami rejtőzik, valami élettelen, de mégis élő. Ártjom a hordá egy másik oldalán lépkedő, tagba szakadt katonára nézett, akit a stalker Ulmannak nevezett. Hirtelen rettenetesen szeretett volna beszélgetni, nem számít miről, csak emberi hangot halljon. És miért világítanak a kremült tornyain a csillagok? Tette fel az őt régóta gyötrő kérdést. Ki mondta neked, hogy világítanak? Kérdezett vissza a katona. Szó sincs róla. Valójában úgy van ez a el hogy mindenki azt látja, amit akar. Némelyek azt mondják, hogy már maga a kreml sincs régóta. Csak mindenki beképzeli, hogy látja. Szeretné hinni, hogy a legszentebb hely éppen maradt. De mi történt vele? kérdezte Ártion. Ott a emberelvőiden iden kívül senki sem tudja. Felelte a felderítő. Meg gyerek voltam akkor, alig tíz éves. De azok viszont, akik harcoltak, mondják, hogy a kremlőt nem akarták elpusztítani. De is valami titkos találmány dobtak le rá. Biológiai fegyvert. De a legelején. Nem mindjárt vették észre. Még csak nem is diadóztattak. De és amikor rájöttek, miről van szó? Akkor már késő volt, mert ami ott kialakult, mindenkit felfalt, de még a környéken élő embereket is beszippantotta. Azóta is ott él magában a fal mögött, és remekül érzi magát. És hogy szippantotta be? Ártyom nem tudott szabadulni a látomástól. A kreml tornyainak csúcsán vibráló, földön túli fénytől. Tudod, volt egy rovar, hangyal eső talán, töltséreket ásott a homokban. Ő maga az aljukra feküdt, és kitátotta a száját. Ha egy hangja elszaladt mellette, és véletlenül a gödröcske szélére lépett, vége volt. Vége a munkás életnek. A hangya leső megmozdult. A homok kezdett leperegni a fenékre, a hangja meg vele együtt lefelé, egyenesen a szájába. Na, na, kremüllel is így van. Elég a tölcsér szélére kerülni, és beszippant. Somolygott a katona. De miért mennek bele az emberek maguktól? Makacskodott Ártiam. És azt meg hogyan tudjam. Biztos valami hipnózis. Vegyük csak például ezeket a te illúzionista emberevőidet. Hogy megbénítják az ember agyát? Nem is hinni az ember, amíg nem látja a saját szemével. Mi, is majdnem ott maradtunk. És akkor mi most miért megyünk egyenesen a fészkébe? Kérdezte értetlenül Ártiam. Ezt ne tőlem kérdezte, hanem a főnöktől. Hát úgy tudom, ahhoz, hogy elkapjon, kívülről kell nézni a tornyokat és a falakat. Hát mi meg már belül vagyunk. Ugyan? amit hát mit nézhetnénk innen? Melnyik hátra nézett, és mérgesen rájuk piszegett. Az ártyommal beszélgető katonának azonnal a torkán akadt a szó, és elhallgatott. És hallani lehetett azt, amit eddig elnyomott a hangja. A mélységből jövő riasztó távoli bugybarékolást? Korgást? Elég volt csak egyszer is meghallani ezt az egyébként nem fenyegető, nem riogató, de valahogy kitartó és kellemetlen hangot ahhoz, hogy többé ne lehessen megfeledkezni róla. Három közvetlenül egymás után épített, hatalmas hermetikus kapu mellett mentek el. Mindegyik szárnyuk hívogatóan sarkig ki volt tárva, és a nehéz vas függöny a mennyezetig fel volt húzva. Az ajtók, gondolta Ártiam, a értünk. A falak hirtelen szétváltak, és egy márványteremben találták magukat. Olyan tágas volt, hogy az erős lámpák fénye sápat foltokká estek szét. Alig hatolt el a szemközti falig. A mennyezet a többi titkos állomásétól eltérően itt magas volt. Erős. Gazdagon díszített oszlopok tartották. Fentről az idők során besötétedett, masszív, aranyozott csillárok luktak melyek még mindig kacért csillogással válaszoltak a fénysugarakra. Néhol a falakat hatalmas mozaikpannuk borították, melyek egy zakós, már nem fiatal, szakállas és erősen kopasz embert, meg mosolygó, munkaruhás embereket, szerény ruhájú és kecses, fehér fejkendős fiatal lányokat, régi módi tányérsapkás katonákat, az égbolton elhúzó, vadászrepülő századokat, alakzatban haladó harckocsikat, és végül magát, a Kremült ábrázolták. Ennek a bámulatos állomásnak nem volt neve, de éppen a név hiánya adta leginkább tudtukra, hogy hová is kerültek. Az oszlopokat és a falakat már már centiméteres vastagságú szürke porrétek borította. Nyilvánvaló volt, hogy ember ide évtizedek óta nem tette be a lábát. Rémisztő volt még csak találgatni is az okát, hogy miért kerülték el ezt a helyet, még a rettenthetetlen vad emberek is. Távolabb a vágányon egy különös vonatát. állt. Mindössze két, erősen páncélozott. Sötét zöld védő színnel befestett kocsiból Az ablakokat szűk, lőrésekre hasonlító, elsötétített üvegű nyílások helyettesítették. Az ajtók egy-egy mindegyiken zárva voltak. Ártyom arra gondolt, hogy a Kreml urainak talán nem is volt idejük menekülésre használni ezt a titkos vágányt. Kijutottak a peronra, és megálltak. Tehát itt van. A stalker amennyire a sisakja engedte, felnézett a mennyezetre. Csány mesét hallottam már. És mégse olyan. Merre tovább? Kérdezte tőle Ulman. Fogalmam sincs. Ismertelmelnyik. Körül kell néznünk. Ezúttal nem hagyta ott az osztagot, és az emberek mind együtt indultak el. Valami mégiscsak emlékeztetett egy szokásos állomásra. A peron mentén balról és jobbról határolva a helyiséget, itt is két vágány vezetett. A hosszúkás csarnok két végét pedig két, örökre leállt mozgó lépcső zárta le, melyek hatalmas, kerekbolt hajtásokkal lefutottak be. Az osztakhoz közelebb lévő felfelé vitt, a másik pedig már-már már elképzelhetetlen mélységbe bukott le. Valahol biztosan liftnek is kellett lennie. Alig ha voltak a Kreml korábbi lakóinak felesleges perceik, mint az egyszerű halandóknak, hogy ráérősen mozgó lépcsőn közlekedjenek. Melnyik megbabonázott állapota átragadta többiekre is. Miközben lámpáikkal megpróbálták a magas boltíveket is bevilágítani, nézegették a csarnok közepén felállított bronz szobrokat, gyönyörködtek a csodálatos pannókban, és elámultak ennek az állomásnak. Ennek az igazi föld alatti palotának a fenségességétől még súptogóra is fogták, nehogy megzavarják a nyugalmát. Az elragadtatott nézelődés közben Artyom teljesen elfelejtkezett a veszélyekről is, a papról is, aki végzett magával, meg a kreml csillagainak bódító ragyogásáról is. Csak egy valami járt a fejében, egyre azt próbálta elképzelni. Milyen gyönyörű lehetett ez az állomás a pompás csillárok ragyogó fényében. Közeledtek a csarnok túlsó végéhez, a lefelé vezető mozgó lépcső első fokaihoz. Ártyom azt találgatta, mi rejtőzik oda lent. Esetleg még egy tartalékállomás, amelyről a szerelvények egyenesen az urálban lévő titkos bunkerekbe indultak vagy a még az ősidőkben kiásott járatok és kazamaták számtalan folyosóiba vezető vágányok. Föld alatti erőd. Stratégiai készletek? Fegyverekből, gyógyszerekből és élelmiszerekből? Vagy egyszerűen csak lépcsők? Végtelen kettős szalagja, melyek lefele vezetnek, ameddig a szem ellát? Nem itt volt-e vajon a metrónak az a legmélyebb pontja, amelyről Kán mesélt? Ártiam szendékosan a legvalószínűtlenebb elképzelésekkel ezt a fantáziáját. Egyre halogatva a pillanatot, amikor a mozgó lépcső széléhez érve majd meglátja, mi is található odalent valójában. Így nem is ő ért oda elsőként, hanem az a katona, a kép az imént mesélt neki a közönséges hangya lesűről. Nagyot kiáltva mindjárt, ilyetten hátra is hőkölt. Egy pillanatra rá Ártiam is odaért. Lassan, mint valami mesebeli lények. Akik évszázadok óta aludtak, és most felébredtek és kinyújtóztatják az évszázados álomban elgénberedett izmaikat. Mindkét mozgó lépcső mozgásba jött. Erőlködő, öreges nyikorgással indultak meg a lépcsők lefelé. És volt ebben a látványban valami leírhatatlanul ijesztő. Itt valami nem volt rendben. Nem egyezett azzal, amit Ártjom tudott, és amire emlékezett a mozgó lépcsőkről érezte ezt, de sehogy sem tudott rájönni a nyitjára. Hallod, milyen csendes? Ezt nem motorhatja. A gépház nem működik, segített neki Ulman. Valóban ez volt a helyzet. A lépcsők nyikorgása és az olajozatlan fogaskerekek csikorgása volt az összes hang, amit a megelevenedett szerkezet kiadott magából. De valóban az összes -e? Artyom megint hallotta azt a visszataszító bugyborékolást és cuppogást, amit korábban az alagútban is. A hangok a mélyből jöttek, onnan, ahova a mozgó lépcsők vezettek. Összeszedte a bátorságát és közelebb lépve levilágított az alagútba, amelyen egyre gyorsabban kúszott lefelé a lépcsők szürk és fekete szalagja. Egy futó pillanatig úgy rémlett neki, hogy a kremölt titka árult felelőtte. Látta, hogy a lépcső köztéréseken át előtűnik valami piszkos barna, olajosan csillogó, szétterülő és kétségtelenül élő valami. Rövid locsanásokkal egy kissé kitüremkedett ezekből a nyílásokból, szinkronban emelkedve és visszasüllyedve a mozgó lépcső teljes hosszán, amennyire Ártyom meg tudta figyelni. Nem, nem értelmetlen pulzálás volt ez. Az élőlénynek ez a hullámzása, nyilvánvalóan egy gigantikus egésznek a része volt, mely nagy erővel mozgatta a lépcsőket, és valahol messze lent, sok méteres mélységben, ugyanez a szennyes és olajos valami ömlött szét szabadon a padlón. Felfúvódott és lelapadt, terjengett és vonaglott ide-oda, ugyanazokat a furcsa és ocsmány hangokat kiadva. A bolti számára egy óriási szájnak tetszett, a mozgó lépcső alagút boltozata a toroknak, maguk a lépcsőfokok pedig a jövevények felébresztette, rettenetes, ősi isten, falánk nyelvének. Aztán a tudatán, mintha valakinek a keze simított volna végig, és a fejében olyan üresség támadt, mint az alagútban, amelyben idejöttek. És csak egyet kívánt, rálépni a lépcsőre, és kényelmesen leereszkedni vele oda, ahol megnyugvás várja, és válasz minden kérdésre. Képzeletében újra felvilantok a kremlő csillagai. Ártjom, Fúss! Az arcán, szinte megégetve a bőrét, egy kesztyű csattant. Ártjom összerezzent, és meghűt benne a vér. A szürkés barna folyadék felfelé kúszott az alagútban, szemlátomást duzzadva, terebélyesedve, habot vetve, mint a kifutó disznótej. A lábai nem engedelmeskedtek, és csak egészen rövid időre eszmélt a láthatatlan csápok szorítása csak egy pillanatra engedett, hogy aztán újra szorosan megragadják és visszavonszolják a sötétségbe. Húzd! Lelöbb a kölyköt! Na, ne sírj! Nehéz! Még itt van még ez a sebesült is! Hagyd! Hagyd azt a hordágyat! Mit akarsz vele? Várj! Várj! Én is felmászok! Ketten egyszerűbb! De kezedet! Add a kezedet, már! Szűz anya, már kimászott. Húzd meg! Ne nézz oda! Ne nézz oda, hallasz engem? Sózz oda neki! Ez az! Hozzám! Ez parancs! Különben lelőlek! Furcsa képek villantak fel. A metrókocsi zöld, szegecsekkel teli oldala. A valami miatt átfordult mennyezet. Aztán az összerondított padló. A sötétség. Újra a zöld páncélzat. Aztán a világ megszűnt forogni. Ne elnyugodott és megállt. Ártyom feltámaszkodott és körülnézett. Kört formálva ültek a páncélozott szerelvény tetején. Minden lámpa ki volt kapcsolva, csak egy kicsi, középen heverő zseblámpa égett. A fénye nem volt elég ahhoz, hogy lássák, mi zajlik a csarnokban. De hallani lehetett, hogy valami mindenfelől zubog Bújborékol és csorog. A tudatát valaki, mintha csak tapogatózna, óvatosan újra megérintette. De Ártjom megrázta a fejét, és az illúzió szerte foszlott. Körülnézett, és gépiesen megszámolta a tetőn szorongó sztag tagjait. Most öten voltak, és persze Anton, aki még mindig nem tért magához, és a kisfia. Ártjom kábán észlelte, hogy az egyik katona eltűnt valahová aztán gondolatai megint leálltak. Ahogy kírült az agya, értelme megint zavaros örvénybe csúszott. Egyedül nehéz volt küzdeni ellene. Futólag érzékelve az eseményeket, Ártyom igyekezett ebbe a gondolatba kapaszkodni, feltétlenül kellett valamire gondolnia, hogy az értelmét foglalkoztassa. Láthatóan a többiekkel is ugyanez zajlott le. Lám, mit tett ezzel a mocsokkal a sugárzás? Jól mondták? Biológiai fegyver? Csak maguk se gondolták, hogy ilyen kumulatív hatása lesz. Még az a jó, hogy a falak mögött van, és nem mászik ki a városba, mondta elnyik. Senki sem válaszolt. A katonák elcsendesedtek, és tétován hallgatták. Beszéljetek! Beszéljetek! Ne hallgassatok! Ez a szemét az agyatokra telepedik. Hé! Oganyeszjan! Oganyeszjan! Mire gondolsz? rázta meg egyiküket a stalker. Ulman, az anyád! Hová nézel? Én rám néz! Ne hallgassatok! Milyen gyengéd! Hív! mondta az óriás Ulman, rebdeső szempillákkal. Még hogy gyengéd, nem láttad, mi lett ginnal? A stalker lendületből képen vágta a katonát, és annak kábult tekintete feltisztult. Fogjátok meg egymás kezét! Mindenki! üvöltöttem elnyik. Ne hallgassatok! Ártyom! Szergely! Érem, én nézzetek. Egy méter alattuk ott zubogott, fortyogott az a rémítő massza, amely mintha elárasztotta volna az egész peront. Egyre erősebben nyomult, és ennek a nyomásnak már nem tudtak ellenállni. Fiúk, pajtások, ne adjátok fel! G gyerünk kórusban, énekeljünk! A stalker rángatva a katonáit, pofonokat osztogatva nekik, vagy éppen szinte egy gyengéd érintéssel magukhoz térítve őket nem adta fel. Fegyverbe, óriás hazánk, véres birokra fel, fasiszta horda tört reánk, rajta tiporjuk el. Zendített rá reketten és hamisan, a sötét fasiszta erővel, az átkozott hordával, zendőjen az, az igaz harag, mint tengerár, ha zúg. A sötét fasiszta erővel, az átkozott hordával, zendüljön az igaz harag, mint tengerár, ha Kapcsolódott be Ulman. A vonat körül kettőzött erővel kezdett zubogni. Ártyom nem énekelt. Nem ismerte a dalszövegét, de úgy sejtette, hogy nem ok nélkül énekelnek a katonák épp a fasiszta hordáról és a tengerárról. Az első versszak és a refrén kivételével melnyiken kívül a szöveget nem tudta senki. Ezért a következő négy sort egyedül énekelte, fenyegetően villámló szemekkel, és nem hagyva, hogy bárki figyelne és elkalandozzon róla. Akár a mágnesnek két pólusa, egymásnak vagyunk mi ellenségei. Mi a béke fényért harcolunk, míg ők a sötétség harcosai. A refrént most szinte mindenkinek elte, még a kis Oleg is ismételte a felnőttek után. Az érdes, szétdohányzott férfi hangok, kusza kórusa visszhangot vetvezengett a határtalan, sötét csarnokban. Énekük felszállt a magas, mozaikokkal díszített bolthajtásokba, visszaverődött onnan, leesett és elsüllyedt a lent fortyogó élő masszában. És ugyan bármely más helyzetben ez a kép, hét erős férfi, mint felmászik a szerelvény tetejére, és ott egymás kezét fogva értelmetlen dalokat énekel, Ártjom számára abszurdnak és nevetségesnek tűnt volna. Most inkább egy éjszakai rémálom dermesztő jelenetére emlékeztetett. Rettenetesen szeretett volna felébredni. Zendüljön hát az igaz harag! mint tengerár, hogy hazúg. Zászlónk alatt a nép halad, és szentó szent e háború. Maga Ártiom, ha nem is énekelt, de buzgón tátogatta a száját, és ingatta magát a dal ütemére. Mivel nem értette jól az első szakasz szavait, már a legelején úgy döntött, hogy a dal vagy az emberek metróbeli túléléséről szól, vagy a feketékkel szembeni ellenállásról, akiknek a nyomása alatt hamarosan el kell esnie az ő állomásának. Azután még az egyik strófában a fasizták is felbukkantak, és Artyom biztos volt benne, hogy a Vörös Brigád katonáinak a Pushkinskai alakúival vívott harcáról van szó. Gondolataiból felriadva észrevette, hogy a kórus elhallgatott. Lehet, hogy maga mennyik sem tudta a következő verszakot, de lehet, hogy csak a többiek nem akartak tovább énekelni vele fiúk, énekeljük el legalább a bátyuska pékát, jó? Próbálta rábeszélni beszélni a katonáit a stalker. Bátyuska péká, bátyuska péká, te nem bújtál gyáván a fiúk mögé. Kezdett rád aztán, ő is elhallgatott. Az osztag megdermett. A katonák elengedték egymás kezét, és a kör felbomlott. Mindannyian hallgattak, még az eddig halucináló és motyogó Anton is. Amint érezni kezdte, mint önti el a fejében támadt türességet, a közöny és a fáradtság langyos és zavaros árja, Ártyom azzal próbálta kiszorítani magából, hogy a küldetésére gondolt. Aztán gyerekversigéket mondogatott magában, amennyire csak emlékezett. Aztán már csak ezt hajtogatta. Gondolkodom, 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 hozzám nem érsz el. Az a katona, akit a stalker Oganyesziannak nevezett, Hirtelen felállt a helyéről is, teljes magasságában kiegyenesedett. Artyom egy kedven pillantott fel rá. No, – Na, nekem mennem kell, de a szülelnye! – búcsúzott. A többiek tompán semmit sem válaszolva meredtek a társukra, csak a stalker viccentet feléje. Oganyessian a vagon széléhez lépett és habozás nélkül kilépett. Egyet sem kiáltott, de odalentről kellemetlen hang hallatszott csobbanás és éhes korgás keveréke. Hív! mondta éneklő hangon Ulman, és ő is kezdett felállni. Ártyom fejében a varázsige, én gondolkodom, hozzám nem érsz el. Elakadt az én szón. És most csak azt ismételgette, maga sem véve észre, hogy teli torokból teszi. Én. 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 Aztán parancsoló, leküzdhetetlen vágyat érzett, hogy lenézzen. Hogy megértse, olyan rúte az ott rengő massza, ami ennek kezdetben látta. Hát, ha tévedett, újra felémlettek előtte a kremölt távoli és csalogató csillagai. És akkor a kis oleg fürgén felpattant, és nekifutás után vidám kacagással levetette magát. Odalent az élő láb, halkan cuppant egyet, ahogy benyelte a kisfiú testét. Ártiam irigyelni kezdte, és készült, hogy kövesse, de pár pillanattal azután, hogy a massza összezárult Oleg feje felett, sőt, talán abban a pillanatban, amikor elvette a kisfiú életét, az apja felkiáltott és magához tért. Anton felállt, zihálva és űzötten tekintett körbe, és rázni kezdte a többieket, választ követelve tőlük. Hol van? Mi van vele? Hol fiam? Hol van Oleg? Oleg! Oleska! katonák arcára lassanként visszatért az értelem. Ártyom is kezdett magához térni. Már nem volt benne biztos, hogy valóban látta-e, amint Oleg beleugrott a fortyogó masszába. Ezért semmit sem válaszolt. Csak próbálta lecsillapítani Antont, aki úgy tűnt valamilyen felfoghatatlan módon megérezte. Jóvá tehetetlen történt, és még inkább neki bőszült. Hisztériájától, mind Ártyom, mint Melnyik, és velük az egész osztag feleszmélt a dermedtségéből. Őket is elfogta Anton felindulása, dühött kétségbeesése és a láthatatlan kéz, amely oly erősen fogva tartotta a tudatukat. Visszarendult tőlük, mintha megégette volna a bennük izzó gyűlölet. Artyomba, de láthatóan a többiekbe is, visszatért végre az egészséges gondolkodásnak az a képessége, amely, most már tudta, már akkor elveszett, amikor beléptek az állomásra. A stalker néhány lövést teresztett bele a bugyborékoló masszába próbaképpen, de minden eredmény nélkül. Akkor arra utasította a felszerett katonáját, hogy vegye le a gyú anyagos tartályt a válláról, és a jelére olyan messzire hajítsa el a szerelvénytől, ameddig csak bírja. Két másiknak megparancsolta, hogy világítsák meg a becsapódási helyet. Aztán felkészült a tüzelésre, és intett. A katona egy helyben farogni kezdett, és eldobta a tartályt. Igyekezettében majdnem ő is utána repült. Alig tudta megtartani magát a tető szélén. A tartály súlyosan szállt a levegőben, és a szerelvénytől jó 15 méterre kezdett lefelé hullani. Feküdj! Mennyik megvárta, amíg a kanna az olajos, mozgó felületre csapódik, és meghúzta a ravaszt. A tartály repülésének utolsó pillanatait Ártiam a tetőn hasalva figyelte a lövés csattanására befúrt a fejét a könyök hajlatába, és teljes erejéből a hideg páncélzathoz tapadt. A robbanás óriási volt. Ártyomot kis hiány letépte a tetőről, a szerelvény imbolyogni kezdett. Összepréselt szemhéjain átsütött a peronon szétlott lángoló gyúanyag piszkossága fénye. Egy percig semmi sem történt. A láb cuppogása és csámcsogása nem hagyott a láb és Ártió már felkészült arra, hogy az egészen hamar magához tér a bosszantó kellemetlenség után, és újra kezdi körülfonni az értelmét. Ám a cupogó hang fokozatosan távolodni kezdett. – Elmegy! Elmegy! – Ordította közvetlenül a füle mellett boldogan Ulman. Ártyom felemelte a fejét, a lámpák fényében jól látszotta, hogy a massza, amely nemrég még szinte az egész hatalmas csarnokot elborította, összezsugorodik és visszahúzódik a mozgó lépcsők felé. Gyorsan! Ugrott talpra melnyik. Miért eltűnt? Mindenki utánam. Egyenesen be, abba az alagútba. A stalker teljesen átváltozott. Újra higgadt, célra törő, és ellentmondást nem tűrő osztag parancsnok lett. Gondolkodásra sem idő, se szükség nem volt. Artyomot most csak az foglalkoztatta, hogy a lehető leggyorsabban hagyják el ezt az átkozott állomást, még mielőtt ez a Kreml pincében lakozó furcsa lény összeszedi magát, és visszajön, hogy felfalja őket. Már egyáltalán nem talált olyan csodálatosnak és szépségesnek az állomást. Minden ellenséges és visszataszító volt. Még a munkások és a parasztlányok is haragosan, vagy épp mesterkért és émeitő mosolja, míregették a fali pannókról. Miután ügyjel bajjal leugráltak a peronra, az állomás túlsó vége felé rohantak. Anton teljesen magához tért, és együtt futott a többiekkel, így az osztagot semmi sem hátráltatta. Húsz percen át elszeveszetten rohantak az alagútban, és a végén Ártion már majd kiköpte a tüdejét. A többiek is alaposan kifulladtak, a stalker végre megengedte, hogy gyors lépésre váltsanak. Hová megyünk? kérdezte Ártion, azt hiszem, most a Tverszkaja utca alatt vagyunk. Felállt a stalker? Szamarosan ki kell jutnunk a Majakovszkajára. Ott majd meglátjuk. És honnan tudta, hogy melyik alagútba kell mennünk? Firtatta Ártiom. Be volt jelölve azon a térképen, amelyet a Gens állomáson találtunk. De ez csak az utolsó pillanatban jutott az eszembe. Ha hiszed, ha nem. Ahogy beléptünk arra a vajás állomásra, Mindenki hullott a fejemből. Ártjó menetűnődött. Lehet, hogy elragadtatása a Kreml állomásától, a pannóktól, a szobroktól, az óriási tértől nem is az övé volt. Hogy csak bódulat volt, melyet a Kremlben rejtőzködő rettenetes lény hozott rá? Aztán felötlött benne az az undor és rémület, mely hatalnába kerítette, amikor a bódító massza visszahúzódott. Most már abban is kételkedett, hogy ezek az érzések igazán a sajátjai voltak. Lehet, hogy ez a közönséges hangyaleső váltotta ki bennük azt az eszeveszett vágyat is, hogy fejvesztve meneküljenek onnan, miután fájdalmat okoztak neki. Elengedte el most az értelmét ez a szörnyű lény, vagy továbbra is ő diktálja a gondolatait, és sugalja az érzéseit? Melyik pillanatban került hipnotikus hatás alá? Mi több, volt-e legalább valamikor szabad a saját döntéseiben? És egyáltalán volt-e valaha is szabad választása? Ártyomnak megint eszébe jutott a beszélgetése a poljanka két különös lakójával. Körülnézett. Két lépéssel mögötte Anton jött. Immár senkit sem zaklatott a kérdéssel, hogy mi történt a fiával. Valaki már megmondta neki. A arca megkeményedett, is élettelenné vált. Tekintete befelé fordult. Felfogta-e Anton, hogy csupán egy lépésnyire voltak a kisfiú megmentésétől, hogy a halála Vak véletlen volt. De éppen ez mentette meg a többieket. Véletlen? Vagy önfeláldozás? Tudja, mi itt mind alig, hanem egyedül Olegnek köszönhetjük, hogy megmenekültünk. Éppen miatta eszméltünk fel. Mondta Antonnak anélkül, hogy pontosította volna, hogyan is történt. Vagy Feleltem az az egykedvűen? De azt mondta nekünk, hogy maga arra a rakéta csapatoknál szolgált. A stratégiaiaknál. A taktikaiaknál. Válaszolta Anton. Tocska, Iskander. De és a sorozatvető rendszerek. A smercs, az uragán. Na, az is értek. Tovább szolgáló voltam. Erre is kiképeztek bennünket. Meg engem minden érdekelt. Mindent ki akartam próbálni amit meg nem értettem, mire vezet ez az egész. A hangjában nyoma sem volt az érdeklődésnek, mint ahogy nyugtalanságnak se amiatt, hogy féltve őrzött titka, idegenek tudomására jutott. Röviden, gépiesen válaszolgatott. Mennyik biccentett, és elválva tőlük, előre ment. Nagy szükségünk van a segítségére, mondta óvatosan puhatolózva Ártiom. Tudja, nálunk ott a vdnh szörnyű dolgok történnek vágott bele. És rögtön el is harapta a szót. Az utóbbi napok szörnyűsége után már nem is volt olyan rémisztő, ami a VDN-hán történt. Nem is tűnt olyan kivételesnek, olyannak, ami képes lenne lerombolni a metrót és véglegesen kiirtani az embert, mint biológiai fajt. De ezen a gondolatán is túltette magát. Hát, ha megint csak nem az övé, hanem kívülről erőszakolták rá. nálunk a felszínen torz lények nyomulnak le, folytatta. Anton azonban egy mozdulattal leállította. Csak annyit mondj, mit kell csinálni. És én csinálom, mondta Fakó hangon. Most van időm. Hogyan menjek haza a fiam nélkül? Ártiam sietősen biccentett, és ellépett a járőr mellől. Nyomorultól érezte magát. Segítséget zsarolni egy olyan embertől, aki csak most veszítette el a gyermekét, és az ő bűne, hogy elveszítette. Újra beérte azt a kert, aki láthatóan jó lelki állapotba került. A láncba szétnyúló osztaktól elszakadva, valamit dúdolt az orra alatt. És amikor meglátta árt rámosolgott. rámosolygott. Jobban odafigyelve a dallamra, melyet Melnyik próbált visszaadni, Ártyom ugyanarra a szent háborúról szóló dalra ismert, melyet a szerelvény tetején énekeltek. Tudja, először azt hittem, hogy a mi feketékkel vívott háborunkról szól ez a dal, valotta be. De aztán rájöttem, hogy a fasisztákról. Ki írta? A kommunisták? A vörös vonalról? Na ez már egy száz éves dal, ha ugyan nem százötven. Rázta meg a fejét Melnyik. Na egyszer egy háborúról írták, aztán később egy másikban is jól jött. Tépp attól jó, hogy bármilyen háborúról lehet énekelni. Amíg csak ember él, mindig is a fényereinek fogja hinni magát az ellenségeit, meg a sötétségnek. És így fogják gondolni a front mindkét oldalán? Tette hozzá gondolatban Ártiom. Azt jelenteni ez? Gondolatai újra visszakanyarodtak a feketékhez. Azt jelenteni ez, hogy számukra a gonoszt és a sötétséget az emberek, mondjuk a VDNH lakói testesítik meg? Ártiom észbe kapott és magára parancsolt. Nehogy úgy gondoljon a feketékre, mint közönséges ellenségekre. Elég csak résnyire nyitni előttük az együttérzés ajtaját, de aztán már sehogy sem lehet feltartóztatni őket. Hát igen, ez a dal éppenséggel minden időkre szól, mondta váratlanul Ményik. Tudod, az jutott az eszembe, hogy a mi országunkban, szigorúan véve minden korszak egyforma. Ilyenek az emberek, semmivel sem lehet őket megváltoztatni. Beszélhet nekik az ember. Azt hinné az ember például, hogy már itt a világ vége, és ki sem lehet menni a szabadba, sugárvédelmi ruha nélkül, és mindenféle torz lények szaporodtak el, melyeket korábban legfeljebb a moziban lehetett látni. Nem, nem fog rajta. Ugyanolyan. Néha azt hiszem, hogy nem is változott semmi. Ma például a Kremlben jártam. Hm. Mosolyod a tekény és úgy látom ott minden a régi. Ugyanaz zajlik, mint korábban is. És most már abban sem vagyok nagyon biztos, hogy ezt a dögvészt mikor dobták le ránk. Harminc, vagy éppen háromszáz évvel ezelőtt. Háromszáz évvel ezelőtt már lehetett volna ilyen fegyver? Kételkedett ártjom, de azt semmit sem válaszolt. A nagy féreg ábrázolása a földön kétszer vagy háromszor még feltűnt, de sem magukat a vadembereket nem lehetett látni, sem annak bármilyen nyomát, hogy nem rég itt járhattak. És míg az első rajz után a katonák fülelni kezdtek, úgy csoportosulva, hogy a legmegfelelőbben védekezhessenek, a harmadik után már enyhült a feszültség. Nem hazudtak. Na tényleg szent nap van? Tűnek az állomásaikon? Nem mennek ki az alagutakba? Jegyezte meg meg könnyebbülve Ulman. A stalkert más foglalkoztatta. Számításai szerint annak a helynek, ahol a metró kiárat volt, és a rakéta egységhez vezető vonalszakasz kezdődött, egészen közel kellett lennie. Minden percben a szabad kézzel rajzolt vázlatot ellenőrizve szórakozottan ismételgette. Valahol itt van. Nem ez az? Nem, nem az a sarok. Na és hol a hermetikus kapu? Mert ott kellene lennünk. Végül megálltak egy elágazásnál, Balra a rácssal erre kezdett. zsák szakasz volt, amelynek a végén egy hermetikus kapu maradványai látszottak. Jobbról meg, ameddig a lámpák fénye elért, egyenes alagút vezetett a távolba. Ez az. Állapította meg mennyik? Megérkeztünk. Megegyezik a térképpel. Ott, a rácson túl. Ugyanolyan omladék van, mint a parkpopjedén. És kell lennie egy járatnak, amelynél trettyakat elkapták. Nos. A térképre világítva hangosan gondolkodott. Ettől az elágazástól a vonalszakasz egyenesen ahhoz a rakéta osztályhoz visz. Ez meg a Kremlhöz. Mi onnan jöttünk. Így van. Aztán Ulmannal együtt átnyomakodott a rácson túlra, és a lámpával a falakat és a mennyezetet vizsgálgatva, vagy tíz percig mászkáltak fel alá a zsákjáratban. Minden rendben, van átjáró. Ezúttal a padlón. Egy kerek fedél. Csatorna tetőre hasonlít. Mondta a visszatérő stalker. Kész. Helyben vagyunk. Péhenő. Mielőtt ledobták a hátizsákjukat, és mindannyian letelepettek a földre. Ártjommal különös dolog történt. A kényelmetlen hely ellenére egy pillanat alatt elnyomta az álom. Vagy az utóbbi napokban felgyújt fáradtság ütött ki rajta, vagy a bénított tűmérgének utóhatása lehetett. Artyom újra a vDNH hán, a sátrában ébredt. Akárcsak a korábbi álmaiban, az állomás most is sötét, és kihalt volt. Noha Artyom nem volt tudatában annak, hogy mindezt csak álmodja, előre tudta, mi fog történni vele. A szokott módon üdvözölte a játszó kislányt. De most nem kezdte faggatni, hanem egyenesen a vágányokhoz ment. A távoli kiáltások és rémülten könyörgő hangok most nem ijesztették meg, és ennek oka az alagutakban rejlett. Fel kellett tárnia a fenyegetés természetét, felderíteni a helyzetet, és elmondania mindezt a déli szövetségeseknek. De alig lepte el az alagút sötétje, elillant a bizadalma magában és abban, hogy tudja e mit keresít, és hogyan cselekedjen tovább. Újra elfogta a félelem, mint amikor először hagyta el egyedül az állomás határát. És pontosan úgy, mint akkor. Most sem annyira az alagutak sötétsége és neszei rémisztették, hanem az ismeretlen. Az, hogy lehetetlen előre sejteni, milyen veszélyt tartogat a vonalszakasz következő száz métere. Bár olyan homályosan emlékezett arra, hogyan cselekedett előző álmaiban, mintha azok az események egy korábbi életében estek volna meg vele, most mégis elhatározta, hogy ezúttal nem enged a félelemnek, mi csak szemtől szembe nem kerül azzal, aki rávárva megbújik a sötétben. Valaki jött vele szemben. Nem sietett. Ugyan olyan tempóban haladta, hogyan Ártjom, de nem az ő félős, lopakodó, apró lépéseivel, hanem súlyos, magabiztos járással. Ártyom visszafojtotta a lélegzetét és mozdulatlan nedermet. A másik is megállt. Ártjón megfogadta, hogy bármi történjék is. Ezúttal nem menekül el. Amikor a hangokból ítélve már csupán vagy három méterre lehetett, sötétség bújtatta hasonmásától, a térdei már nem egyszerűen remektek, hanem szinte vitus táncot jártak. Mégis talált magában erőt, hogy még egy lépést tegyen. De ahogy megérezte arca bőrén a könnyű légmozgást, ahogy valaki szorosan a közelébe ért, jó mégsem bírta ki. Ellökte magától a láthatatlan lényt, és futásnak erett. Ezúttal nem botlott meg, és elviselhetetlenül sokáig egy vagy két órán át futott. De az állomásának se híre, se honva nem volt. Sehol semmilyen állomás. Egyáltalán semmi nem volt. Csak a végtelen, sötét alagút. Ami a legfélelmetesebb. Hey, – Hé, elég a durmalásból? Szálltasszod a röpgyűlést? – Bökte meg a vállát Ulman. Ezt hogyan csinálod? Tette hozzá irigykedve. Ártyom összerázkodott és bűntudattal nézett a többiekre. A jelekből ítélve csak néhány percre bólintott el. Az osztag körben ült, s közepén a térképpel kezében melnyik, mutogatott és magyarázott. Szóval, fejtegette. Rendeltetési helyünkig körülbelül 20 kilométer lehetnék hátra. Ez semmi, ha gyors lépésben és akadályok nélkül aladunk. Fél nap alatt ott lehetünk. A katonai egység a felszínen van. De egy bunker van alatta. Oda vezet az alagút. Töprenkedésre nincs idő. Külön kell válnunk? Felébredtél. Visszamész a metróba. Melléd a domulmant? Mondta Artyomnak. Mi a többiekkel megyünk a rakétaegységekhez? Artyom már nyitotta volna a száját, hogy tiltakozzon. De a stalker egy türelmetlen mozdulattal leintette és a kupacba rakott hátizsákokhoz hajolva elkezdte szétosztani a felszerelést. Magatokkal visztek két védőruhát, nálunk marad négy. Ki tudja, hogy ott hogyan alakulnak a dolgok. Plusz az adóvevők. Egy nektek, be egy nekünk. Na és akkor az eligazítás. Menjetek a Prospect Mirára. Ott várni fognak benneteket. Küldtem futárokat. Ránézett a karórájára. Pontosan 12 óra múlva felmentek a felszínre, és megpróbáljátok fogni a jelünket. Ha minden rendben, és mi is az éterben vagyunk, jön a művelet következő szakasza. A feladat. Próbáljatok a lehető legközelebb jutni a bottanyi nyicseszki hoz. Másszatok minél magasabbra, hogy segítsetek rávezetni a célra arra a rakétánkat. A szmercs csak kisebb területet fed le, s nem tudjuk, hány rakéta maradt ott. A kert nem kicsi. Ne félj. Nyugtatta Artyomot. Minden túlman fog csinálni. Te csak úgy a társaság kedvéért leszalott. Természetesen te se ott hiába. Te legalább tudod, hogyan néznek ki a feketék. Azt hiszem, folytatta. Az osztyán tévé tévétorony nagyon is megfelel a rávezetésre. Van egy kioblösedés a közepén. Ebben a dudorban egy vendéglő volt még apró, kaviáros szendvicseket is felszolgáltak, csillagászati áron. De az emberek nem ezért, hanem a moszkvai panorámáért jártak oda. Onnan jól látható a botanyi csecki szád. Próbáljatok a toronyra jutni. Ha nem sikerül, akkor a közelben vannak ott sok emeletes házak, olyan fehérek, patkó alakúak. A jelentések szerint szinte lakatlanok. Úgy, ez a ti Moszkva térképetek, ez a miénk. A tiétekkel minden négyzetekre van osztva, csak olvassátok le, és közöljétek velünk az adatokat. A többi a mi dolgunk. Nem nagy dolog. Bizonygatta? Kérdések. És a nincs ott semmiféle fészkük? Kérdezte Ártion. Szóval nincs, hát nincs. A stalker tenyerével a térképre csapott. Ja, van itt számodra még egy meglepetésem. Tette hozzá Ártionra kacsintva belenézett a hátizsákjába, és kihúzott belőle egy fehér, polietilén zacskót. Megkopott, színes fényképekkel az oldalán. Ártjom kibontotta, és egy útlevelet talált benne. Egy kellőképpen elnyújt űrlapon kiállítva, és a gyermekkönyvet a beletett, örökül maradt fényképpel, melyet az elhagyott lakásban találtak sugar sugárúton. Mikor Oleg nyomába erett, a kincseit a Kievszkaján hagyta, de Melnyik nem volt rest, és egész idő alatt cipelte magával. A mellette ülő Ulman értetlen kedve nézett Ártiumra, de aztán a stalkerre. Személyes holmik. Tárta szét mosolyogva a karját Melnyik. Artyom hirtelen nagyon szeretett volna valami jót és szépet mondani, de Melnyik abban a pillanatban felpattant a helyéről, és parancsokat kezdett osztogatni a vele maradó katonáknak. Ártiom odalépett a magába mélyedő Antonhoz. – Sok sikert! – nyújtott kezete járőrnek. Anton a hátizsákját a hátára kapva, némánból bólintott. Na tekintete kifejezéstelen volt. Kész. Búcsúszkodni nem fogunk. Ügyeljetek az időre, mondta Melnyik. Egy szót se szólva többet, megfordult, és elment.